A 23. Vörös Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztivál megyei fordulóira 250 csoport jelentkezett. A regionális megmérettetések után a 17 legjobb jutott be a Szegedi Országos Gálára, ahol ott volt a két pápai gyermekcsapat is, a Vörös Iskolából a Picit Nem Árt és a Nem Árt. A Horvátné Árvai Mária, illetve Tegyi Tibor vezette lelkes és tehetséges színjátszók a Tiszaparti városban is kivívták a szakma elismerését. Az országos fesztiválon zsűri nem volt, hisz aki ide eljutott, az már bizonyított, viszont szakmai értékelés igen. Láposi Terka művészeti vezető és Jászai Tamás színikritikus mondta el véleményét a csoportok előadásairól. A Picit Nem Ártosok most elsősök, ők voltak az országos gála legkisebbjei. A kakas és a pipe történetét mesélték el. Nagyon megdicsértek bennünket. Azt mondták, hogy a gyerekek a korukhoz képest nagyon-nagyon pontosan tudják már azokat a térhasználati, egymásra figyelési, drámás dolgokat, ami nem jellemző az elsősökre. A darabról meg azt mondták, hogy nagyon jól megírt, mire a közönségnek elfogyna a türelme, addigra van benne egy csavar, és újra visszaviszi. Egy igazán az életkoruknak megfelelően készített előadás volt. Négyen vagyunk az osztályban, és mindenkinek szerepet kellett adni. Én ezzel mindig bajban vagyok évek óta, hogy szeretném, ha mindenki szerepelne, és ezért olyan mesét kell választani, ahol föl lehet tuningolni az eredeti mesét sok szereplővel. Most a kakas és a pipe ilyen, hiszen egy Baromfi udvarban rengeteg szereplő lehet. Szerinted mi volt a nagy előnye ennek a játéknak? A rendező szemével. A nagy előnye az volt, amit egy szabadszállási kolléga így fogalmazott meg, hogy az őrült picinyeid, és ő ezt hatalmas dicséretnek szánta, hogy mindenféle felelősség nélkül, de mégis egymásra figyelve, a munkájukra összpontosítva játszottak a gyerekek. Ők maguk is rettenetesen élvezték, amit csinálnak, és ez lejött a nézők felé is. A picik darabját Horvátné Árvai Mária rendezte, az 5. osztályos nagyokét Tegyi Tibor. Ők Lázár Ervin Vérengző Alfréd című meséjével dolgoztak. Ez a történet, ez már régóta mocorog bennem.
és ez a Lázár Ervin mese kb. 10 éve került a kezembe, és azóta ez mindig ott van valahol az agyamban, hogy ez egy nagyon izgalmas történetet dolgoz fel, és azt gondolom, hogy most ennek erős aktualitása is van ennek a történetnek, mert hogy valahogy a világ tényleg ilyen, hogy nagyon sok mindent eltaposunk magunk körül, és nagyon sok mindent kiírtunk arra való tekintet nélkül, hogy azok milyen értéket képviselnek, vagy hogy azokat ismernénk. A nem ártosokról is csak jót mondtak a szakmai értékelésen. Nagyon-nagyon élvezték. Azt mondták, hogy egy nagyon erős színházi előadás volt. A színházi elemekkel nagyon szépen képekben fogalmazott az előadás, és nagyon erős képeket hozott létre, amik színházi értékek voltak, és ennyi idős gyerekektől ez nagyon szép és nagyon kimagasló teljesítmény. Tetszett neki nagyon a darab dramaturgiája, ahogy ez a darab felépül, és amennyire komoly egy játék ez. Sorra került mindenki! Mennyire vannak visszatérő arcok egy-egy ilyen országos fesztiválon? Tehát, hogy mennyire szűk az a réteg, aki mondjuk olyan szinten űzi ezt, hogy aztán időről időre, ha egyik évben nem, akkor másik évben biztosan ott van. Vagy vannak-e új arcok? Én idén elég sok új arcot láttam, és ez jó volt, hogy végre vannak fiatalabb és szintén minőséget képviselő és felmutató rendezők, és hát úgy nagyjából a fele társaság az ismerős, tehát akik évek óta ott vannak, és magas színvonalon gondolkodva, és technikailag is, illetve szemléletben is valami olyat képviselnek, amiért minden évben meg lehet mutatni az előadásokat, mint példaértékű előadás. A fesztivál gazdag kísérő programokat is kínált a résztvevőknek, koncerteket, játékokat. Nekem a játszóház tetszett a legjobban. Egyrészt már nem kellett messzire menni, és ott volt az épületben, másrészt meg a többiekkel sokat tudtunk hát idézőjelbe hűlni, kicsit visszatérhettünk a kisebb gyermekkorunkba, és olyan volt, mintha ovisok lettünk volna. Színházban, ahol voltunk, ott nagyon jók voltak azok a legós építmények. Nekem a városban a templom nagyon tetszett, nagyon szép volt, meg sokáig is föl lehetett maradni, meg néhány előadás is nagyon jó volt. A záró rendezvényen Dolmány Mária, a Magyar Drámapedagógiai Társaság elnöke mondott beszédet. 4 előadást emelt ki, köztük volt a Pápaiaké is. Évek óta hagyomány, hogy nyár elején családi napra hívja tagjait a Pápa és Térsége Ipartestület. Az idei iparos és családi napot a szervezet székházába szervezték múlt szombatra. Az egésznapos szórakoztató rendezvényen kézműves foglalkozások, játékok és színpadi produkciók gondoskodtak a kikapcsolódásról. Remek nyári idő, színes programok, kiváló hangulat. Így foglalható össze a Pápa és Térsége Ipartestület iparos és családi napja. A tagok és hozzátartozóik kora délelőtt gyűltek össze az ipartestületi székházban, a kondérokban reggeltől rotyogtak az ebédre szánt ételek, az udvart pedig jókedvű beszélgetések hangjai töltötték be. A rendezvény megnyitóján Szabó Tibor elnök köszöntötte iparos társait. Most már vagy 12 éve vagyok itt az elnökség élén, és azt mondhatom, hogy erre a mai napra is, amit szerveztünk, van igény. Azért van igény, mert ebben a szürke hétköznapos csatáiban, amikor a vállalkozásoknak azért van elég dolguk, azért tenni kell, és néha kell egy ilyen nap, amikor egy ilyen kikapcsolódás a
a vége. Nekem meggyőződésem az, hogy kellenek ezek a napok, és meg is fogjuk tartani a lehetőséghez képest. Ez a nap, ez legyen egy olyan családias nap, beszélgessünk. Igaz, hogy dolgozni fogunk, de ezt egy pohár bor vagy egy sör mellett tesszük. A lényeg a kikapcsolódás. Az iparos és családi nap megnyitására a rendezvény fővédnökét, dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselőt kérték fel, aki örömmel tett eleget a meghívásnak. Köszöntőjében felidézte az ipartestületi székház történetét, és kellemes időtöltést kívánt a megjelenteknek. Visszagondolok 1998-ra, az első feladataim közé tartozott ennek az épületegyüttesnek a visszaszerzése. Ezt lehet, hogy a fiatalabbak nem is tudják, ezt az épület ez nem az iparosságé volt, készült is róla egy könyv, azt el lehet olvasni, hogy miként építették és szerezték ezt az ingatlan együttest, de az, hogy miként került aztán ki és hogyan vissza, azt már kevésbé lehet olvasni ebbe a könyvbe. 98 és 2002 között nagy nehézségek árán egyébként sok adminisztrációs akadályt legyőzve sikerült visszaszerezni ezt az épületet. Aztán tudtunk hozzáadni egy kis támogatást is, akkor még Matolcsi ipari vagy pénzügyminiszter volt, és ő jött el megnyitni. Kapitár elnök úr, akinek itt az emléktáblája segítségével itt az iparosság volt, aki aztán ezt rendbe tette. Innen talán nem is emlékeznek rá, legalább 10 tonna szemét, meg mindenféle sít került ki meg a pincéből, és ma egy szép otthona az iparosoknak ez az épület együttes, úgyhogy gratulálok ezért a tevékenységért, meg azért az ötletért is, hogy a mai napon a gyerekekkel, a feleségekkel, barátnőkkel, barátokkal együtt megszervezi az elnökség ezt a napot, mert valóban a hétköznap mindenki dolgozik, rohan, intézkedik, papírokat gyárt, ami ugye nem igazán iparos feladat, és ez a mi hibánk, és ilyenkor van lehetőség valóban egy kicsit leülni, beszélgetni a világ dolgairól, meg egymásról, megkérdezni, hogy egyáltalán hogy vagytok, mint vagytok. Ez most gyerek vagy unoka, aztán kiderül, hogy már második unoka, és akkor egy csomó mindent ilyenkor megtud az ember a másikról. Erre is jó. A változatos műfajokat felsorakoztató műsort a Vajda Péter lakótelepi óvoda Mákvirág csoportjának apróságai nyitották, de volt zsírégető aerobik bemutató és számos zenés produkció is. Az épület földszinti tereiben a Bakonyaja Népművészeti Egyesület tagjaitól a szövés és a nemezelés mesterségébe kóstolhattak bele kicsik és nagyok, de készíthettek színes posztóvirágot, játszhattak Tomi Betyár ügyességi játékaival, és megismerkedhettek az erdők világával is, a Bakonyerdő ZRT jóvoltából. A Gróf Eszterházi kórház munkatársai vércukor és vérnyomásmérést végeztek, és egészségmegőrző tanácsokat adtak az érdeklődőknek. Az Acsádi Ignác szakképzőiskola pedig mesterségbemutatóval készült a programra. A rendezvényen résztvevőknek bőven akadt válogatni valója az elfoglaltságok között, és persze a jó hangulatú beszélgetések, emlékidézések sem maradtak el. Konrád Jenő fiával és menyével érkezett a programra. Az aranydiplomás villanyszerelőmesternek a fia is édesapja nyomdokaiba lépett, így a mesterség a családban tovább öröklődik. A mester közel 50 éve kisiparos. Ha nézzük ezt a nagyon hosszú, több évtizedes iparos múltat, akkor mondjuk a kezdetektől, a 70-es évektől, hogyha összehasonlítjuk a mai világgal, miben más? Mennyi minden változott? Hát mondjuk nagyon sok. Régen az anyag után futkoztunk egyik városból a másikig. Most ugye szólunk a boltba, megrendelik, szinte másnap már leszállítsák az anyagot. Szóval rugalmasabb lett minden. A munkából, hogy mennyi munka volt akkoriban, meg mennyi munka van most, abban van változás? Régen volt munka, falukat villamosítottunk. Ugye sok faluban akkor még nem volt villany. Például a Kemenszán Péter, meg a többiekben. És akkor még volt munka. Milyen munkái vannak mostanában? Mi mindent csinál? Hát felújítások. Például most újítjuk fel a Kékfestő Múzeum ott teljes egészében. Hangos iradószerelés, hangszórók szerelése, harangvillamosítások. Ami létezik, családi házak kivitelezése. Konrád Jenő úgy véli, a munka mellett azért néha meg kell állni, és időt hagyni a kikapcsolódásra. Ezért is jöttek el örömmel az iparos napra. Hogy érzik magukat? Nagyon jó, nagyon kiválóan, az idő is ragyogó. Mi mindent csináltak eddig? Végignéztünk mindent, iszunk, eszünk, jól érzik magunkat.
most jön a jó illat a konyháról, és várjuk a finom ebédet. A déli harangszóra el is készült az ebéd. A szakácsmesterségben jártas ipartestületi tagok pörköltel, halászlével és cicegével készültek. Az ízletes ebéd után pedig tovább folytatódtak a zenés-táncos produkciók. Pápa diákvárosi hagyományaira és egy korábbi sikeresen működő programra építve szervezte meg a diákvárosok találkozóját Pápaváros önkormányzata és a Jókaimor Művelődési és Szabadidőközpont. A cél az volt, hogy Békés Csaba, Kecskemét, Sárospatak, Sopron és a házigazda pápa fiataljai együtt gondolkodjanak a kultúráról, programokról, találkozzanak, ismerkedjenek, szórakozzanak. Az Erzsébet ligetben az öt város művészeti csoportjai léptek fel. Az iskola városok találkozójára minden résztvevő település készült egy-egy produkcióval. A pápaiak a szigeti veszedelemmel, mely nem történelmi hűséget követő, és nem is csupán a barokkort reprezentáló produkció, hanem olyan akkori korszellemet tükröző összefogás, melynek eredményeként mindenki személyesen élheti meg a közös alkotás örömét és a közös célhoz való tartozás szükségességét. A produkció nem egyszerűen színházi adaptáció, hiszen a közel 350 résztvevőt mozgató előadás egyben Pápa legtöbb iskoláját is felvonultató összművészeti bemutató is. Így volt ez tavaly, és az idén is. Úgy tűnik, hogy működhet az, hogy egy kész előadást újra színre vinni, mert hogy ez volt ugye akkor a cél, hogy legyen ez hagyomány. Így van, hiszen ameddig a csoportvezetők, akiknél ott van ugye az a dramaturgiai segítség, ami alapján fölépítik a maguk kis mozaik darabkáját, addig a csoportvezetők tudnak dolgozni ezekkel a diákokkal, és hát én úgy próbáltam kitalálni ezt az évet, hogy egy következő év, vagy bármikor, amikor máskor esetleg még elő lehet venni a produkciót, akár már egy rendező nélkül is le tudjon menni. Más ez, mint ami tavaly volt? Egy-két apróságon változtattunk, egy picit sűrítettük a jeleneteket. A tavalyi évnek a tapasztalata az volt, hogy ugye hát mindenki csinálta a maga dolgát, és ezért a teljes hosszúságában bent hagytunk mindent. Idén pedig volt egy kis lehetőségünk arra, hogy a színházi szempontokat is tudjuk érvényesíteni, úgyhogy ebben az évben egy kicsit olyan, azt tudom mondani, olyan sűrűbb, olyan töményebb lett a szigeti veszedelem. A kétnapos találkozó során az Erzsébet ligetben számos kreatív program várta a diákokat. Emellett a vendégek természetesen bejárták a várost is. Ehhez kapcsolódott a feladatuk, szelfiket kellett készíteniük. Készítettetek szelfit? Igen. Hol? A templomnál, a Szökőkútnál. Meg a Kékfestőtő Múzeumban. Oké. Okay. Végre valaki. Eddig még nem sikerült elkapnunk senkit, aki szelfizett egy napot. Akkor megvan a nyertes. Még a múzeumban is csináltuk. Ja, és hogy tetszik a város? De tényleg szép, olyan, mint Pest, csak másabb, mint Pest. Pontosan meghatározta. A békés csabai lányok ebből a mondatból már nem tudtak kijönni. Inkább megnézték a soproniak műsorát, a bimba együttest, a fuvolásokat és a gitárosokat. Vagytok, honnan jöttök, mit csináltok, hogy kerültetek ide? Hát én Mátyás Zsenne vagyok, hát Sopronból jöttünk mindannyian. Busszal kerültünk ide. Horváth József Alapfokú Művészeti Oktatási Intézményből jöttünk. Én 11 éves vagyok. Én 15 leszek. Én 15 vagyok.
Én Csipó Csilla vagyok, a Fermata Gitár zenekarában a basszusban játszom, mi idén alakultunk, és hát törekszünk felfele, remélhetőleg majd a slágerlistákon is megjelenünk, de hát az még a jövő zenéje. Én Horváth Júlia vagyok, és hát tavaly kerültem bele ebbe a fuvola együttesbe, a soproni csapatba, és hát mi is törekszünk sok fellépésen jól szerepelni. Én a Bimban bandben játszom, igazából mi egész egy 5-6 éve alakultunk, kicsiként kezdtünk, hogy először csak még nevünk se volt, és így folyamatosan bővültünk, és egyre nagyobb ismerettséget szereztünk így városszerte, és most már több helyre is elhívtak így minket, például Pápára. Milyen volt az első nap itt Pápán, a délelőtt? Hol vagytok elszállásolva? Hogy érzitek magatokat? Hát végül is jól telt az első nap, szó se róla, nagyon jó programokat szerveztek nekünk. Voltunk városnézésen a minap, hát ugye felléptünk utána, a szállás nagyon jó, nagyon kellemes, és hát most kéne valami szellemeset is mondani a dologról. Nem kell. Meg még kell. Voltunk uszodában is, ahol nagyon jól éreztük magunkat. Voltak nagyon jó csúszdák is. Először vagytok itt Pápán? Igen, én. És? Nekem azt leszámítva, hogy ilyen az idő. Hogy tetszik. Az leszámítva tök jó. Jó hely. Szerintem is nagyon király. Hallgattatok már másokat is? Színpadon néztetek? Volt már a lehetőségetek, vagy nincs csak ti voltatok? Hát, Mondd. Tegnap megnéztük a Szigeti Veszedelmet. Igen. És hát ma mi voltunk az első fellépők. És a Szigeti hogy tetszett? Nagyon jó volt. Jó volt. A koreográfiák nagyon tetszettek. Igen. Nekem is. A Sáros Patakiakat a Pacurka néptánc csoport képviselte. És hogy tervezitek, hogy a néptánc az addig, amíg fiatalok vagytok és megy, vagy ez toljátok kifelé, és ameddig lehet addig? Én felnőtt koromig, ha lehetne csinálnám, mert szeretem. Meg ez megy a legjobban nekem, úgyhogy ezt szeretném csinálni. Én meg problémám van a hátamban, és szeretnék a tánccal gyógyítani, és ezen szeretnék tovább menni. Pesten egy táncművészeti iskolába, és aztán meg egy egészségügyit szeretnék megcsinálni. És... A csajokat a ruha motiválja. Mi motivál egy srácot? Hát én kiskorom óta is szerettem táncolni ezeket a férfi figurákat, a oláhos, legényes verbunkokat, mert ez ilyen katonás, és úgy érzem, hogy hát kiskoromban úgy éreztem, hogy ettől ilyen katona vagyok, vagy valamilyen vezér, vagy nem tudom, ilyen hasonló. De utána megszerettem a páros táncokat is, és azóta nagyon szeretem a táncot. A Kecskemétiek kamara előadást hoztak, mely a fiatalok békjóiról szól. Témát azt úgy találtuk, hogy ugye elkezdtünk sokat beszélgetni, hogy miről is lehetne, vagy hogy mi zavar minket, mi van körülöttünk, mit, hogy lehetne. És maga a témáját azt úgy szereztük meg, hogy megkérdezte a mi csoportvezetőnk, hogy Sárosi Gábor. Igen, Sárosi Gábor, hogy tervezzünk meg egy szökést, hogy hogy lehetne most, mondjuk holnap után fogjuk magunkat, és elszökünk, és teljesen eltűnni, és ezt ki kellett, hogy találunk, és ezt rájöttünk, hogy ez tök érdekes téma, hogy akkor ezt meg is ezzel lehetne foglalkozni. És az volt benne a vicces, hogy megpróbáltuk megtervezni, hogy hogyan fogunk elszökni, és annyi buktató, annyi akadály volt benne, és nem tudtunk jó megoldást találni erre. Az is közös ötlet volt, hogy mi előszöktök el? Tehát, hogy ez az egész sulis közeg, meg az otthonról jövő elvárás. Hát igen, ez így az egész csapat összedobja mindig a saját tapasztalatait, meg az ilyeneket, és akkor így mindig így először egy improvis darab. Mondtátok, hogy megfogalmaztátok, hogy mi zavar, vagy mi érdekel titeket. Tudtok mondani egy fő gondolatot? Egy fő mondatot, egy tételmondatot, ami
köré rendeződik az egész előadás, vagy ami a legfontosabb nektek ebben az egészben? Én a csapat nevében szerintem lehet, hogy nem tudok beszélni, de nekem az előadásunkban az a legfontosabb, hogy igenis próbálkoznunk kell ezekből a béklyukból kitörni. Lehet, hogy lehetetlennek tűnik a harc, de szerintem megéri. Kíváncsi lennék ti véleményetekre is. Hát nekem is igazából ez, hogy megéri megpróbálni szabadnak lenni. Meg egyébként ez egy szubjektív dolog, hogy akkor most kinek mi a szabadság, de az azért ez boldogságot okoz, hogyha ezt elérjük. Igen, meg ez nekem azért tetszik igazából ez a darab, mert nagyon sok felnőttnek egy ilyen tükör, hogy milyen a gyereknek, tehát milyen élete van a gyereknek, és hogy egy kicsit beleláttak, hogy mennyire nem szeretünk iskolába járni, vagy mennyire stresszes nekünk ez az egész, és hogy ugye megmutattuk a két végletet, a család, aki sehova nem engedi, mindentől óvja a gyereket, és a másik család, aki meg kb. Figyelembe se veszi. És ugye minden család valahova húz szerintem egy kicsit, és hogy ez ilyen tök jó tükör volt. Bele is néztek ebbe a tükörbe a felnőttek? Tehát jöttek visszajelzések erre? Igen, csak mert például te játszottad a tanárnénit, és mondtad is, hogy akkor egy szakközépiskolának vagytok a külön színjátszó csapatja. Tehát biztos, hogy ők is látták, és biztos igen, jöttek látták. Erre gondolom olyanok is, hogy na azért. Igen, azért furcsálták. Kicsit megosztottak voltak, mert egyik részük megpróbálta ezt tudomásul venni, és ezen elgondolkodni, bár nem tudom, hogy változtatni fognak-e rajta. Viszont másik része meg teljesen elutasította, hogy mit gondolunk mi erről, hogy ez mégis hogy van. Kötelesség van! Tanulás van! Kíváncsiak lennénk a kecskeméti ifjúsági életre, milyen lehetőségek vannak ott? Van mozi, színház, többfajta színház is. Meg ott az ifjúsági otthon. Ott az ifjúsági otthon, akik mindig táborokat, programokat rendeznek. Van egy nagy ilyen mozivászon, ahol tudunk filmeket nézni időnként. Meg az ifjúsági otthonnak van egy ilyen kis ilyen eldugott hely, ahova a fiatalok lejárnak, beszélgetni, játszani, és ismerkedni egymással. Meg az a jó, hogy ugye van egy ilyen kecskeméti színjátszó műhely, ami kb. Mennyi színjátszó? Hát szerintem legalább olyan 120 a mostaniak. 120 ember talál magával több csoportból, és nagyon sok közös programunk van, tehát hogy így együtt csinálunk sok dolgot, és ez tök jó. Most is volt például a köztérfoglalás Kecskeméten. Arról szólt, hogy egy óráig bérbe vettük a Kecskemét főterét, és ott mindenki azt csinálhatta, amit akar. Aktívan kellett tevékenykedni. Ilyen harcművészetek voltak, zenészek, ilyen komoly zenét is előadtak, minden, bármi lehetett. És elfoglaltuk a közteret egy óráig. Igen, és tök jó volt. Éppen színjátszottunk, ilyen imprós játékot játszottunk, és oda jött egy néni, így megkocogtatta a vállam, hogy mi ez az egész, mert hogy annyira sok aranyos fiatal van benne a központban, és hogy még több ilyet kéne csinálni, és hogy nagyon jó látni minket, és már megérte ez az egész szerintem. Akkor ez nem a darabban, nagymama volt. Nem. Ilyen volt tehát a diákvárosok találkozója. Beszélgetős, nevetgélős, barátkozós, ismerkedős, és ez volt a cél. A múlt évi adventi rendezvényen jártak először városunkban a Csángóföldi Somoskáról érkezett fiatalok és kísérőik. A kis tánccsoport valamennyi tagja a helyi magyar iskolába jár, ahol irodalmat tanulnak és a magyar kultúrával ismerkednek. Pápára másodszor is örömmel jöttek, ezúttal azért, hogy táncaikat bemutassák az országos ifjúsági néptánc találkozón. A csoport vezetőjével és a diákokkal a hagyományok hegyén tett kiránduláson beszélgettünk. Somoska, a székelyes Csángó magyar falu, Moldvában a Szeret folyó jobb partján, Bákótól délnyugatra fekszik. Csak nem 14 órányi autóútra Pápától. Innen érkeztek immár második alkalommal fiatalok a város meghívására. Jó napot kívánok! Örvendek, hogy megérkeztünk. Egészségben. Éjjel gondoltam rá, amikor felébredtem kettőkor, mondom, vajon merre járatok? Hát jöttünk, valahol voltunk. Valahol messze voltunk. Hát most feleségem jöttünk. Egy kicsit szenvedett, hát sért a lába, egy kicsit. Igen. Kicsit sérik a lába még most is. A hosszú út bizony fárasztó volt. A gyerekek mégis lelkesen vágtak neki a város feltérképezésének.
kezdték a Várkertfürdőben, megismerkedtek a Táncláncművészeti Iskola fiataljaival, a Hagyományok hegyén pedig a magyar történelemről hallhattak érdekességeket. Itt beszélgettünk Benke Paulinával, a 12 fős táncos csoport és a Somoskai Magyar Iskola vezetőjével. Hogyan született meg Pápavárosával a kapcsolat? Hát úgy született meg, hogy tavaly felhívtok egy kovásznói polgármester, hogy kéne decemberben menni Pápáról énekelni karácsonyi énekeket. És akkor még mondtuk, hogy igen, elmenünk. Kellett úgy, hogy egy vegyes csoport legyenek, felnőttek és gyermekek és emberek és fiúk, minden. És akkor, akkor eljöttünk először, addig elé még nem is hallottunk Pápa városról, nem tudtuk, hogy van Pápa nevű város. Aztán eljöttünk, nagyon szép volt akkor a télen, szerettük itt, mert akkor is voltunk, több programok voltunk füredni, ami nekünk nagyon jó az a füredi, az a strand, vagy hogy mondjam. És akkor így megismerkedtünk akkor itt pápai polgármestervel, még több emberekvel, akiknél laktunk, avónénikvel voltak elhelyezve a gyermekek. És akkor úgy összeismerkedtünk. Aztán nyáron most a május, valamikor a tavaszol ott voltak a pápaiok nálunk egy csoport, és akkor úgy akkor mondták, hogy itt van ez az ifjúsági néptáncfesztivál, hogy eljön önke, hogyha meghívnak. Mik mondtuk, hogy igen, és aztán már úgy meghívtak, és jöttünk. Milyen Somoska? Somoska egy szép falu, egy ilyen dombos, nálunk sok dombok vannak, itt nincsenek, de nálunk ilyen dimbes dombos. Somoska egy ilyen, most már egy az utolsó, most egy, amikor a pop mondta, hogy hányan vannak most a faluban, akkor meglepődtem, mert én úgy tudtam, hogy 1600 valamennyien lakósa van, de most már kiderült, hogy annyi sokan elmentek idegen országba, hogy maradtunk valami 1300 valamennyien, de az is még jó. Sok-sok gyermeket elvittek, szülők mentek idegen országba, vitték a gyermekeket, de még van ott 80 gyermek, aki jár magyar órára, 85. És akkor így, hát, hogy mondjam, nem egy szegény falu, de nem egy gazdag. Hát inkább mondanám, egy szegény falucska, ahol magyarul beszélnek a felnőttek gyermekek, mire, hogy az iskolában románul kell, muszáj kezdeni románul, muszáj nekik románul kell beszéljenek. Templom minden, ahova mensz, minden románul van. Csak a családban beszélünk magyarul. Románul van minden, csak családban beszélünk magyarul. Ez azt jelenti, hogy akkor azért a falu lakosságának többsége magyar, csángó magyar? Mindenki magyar. Ott 100-100, hát mondjuk van egy-két hű asszonyok, melyikek ott odaadódtak, bejöttek a faluba, oda jöttek férhez, a somoskai fiúkhol, de azok is katolikus hitre jöttek, csak azok nem tudnak úgy magyarul, mint csángósonyok inkább. De a többi azok mind csángó magyarok. És akkor otthon magyarul folyik a beszélgetés? Igen, hát nekem nehez otthon, én románul nem tudok fel az emberemvel románul beszélni, vagy a gyermekeimvel is. Hát néha még románra is fordítsuk, de így mikor kell, akkor magyarul beszélünk. Hogy jött ez a magyar iskola? Hogyan lett? Úgy lett, hogy elég nehezen indult belé, sok ide valamikor 2000-ben kezdtük, de úgy volt, hogy addig elé, és volt a házaknál tanítunk magyarul, táncokat, énekeket még. Aztán csak egyszer úgy gondolt, hogy kéne az iskolába, és hivatalosan meglegyen. Nagyon nehéz volt beindítani, mert úgy volt, hogy összeszedtünk 7 gyermeket, aláírtuk szülőket, megdőztük, mert mi kezdtük el ott a faluba. Nekünk van egy fiú, Melik, ő is akkor volt, hogy így 8 éves, és akkor, összeszedtünk 7 gyermeket, annyi kellett, hogy beindítani egy osztályt. Egyik nap aláírtuk, a férjem nem volt, akkor jött a polgármester, a rendőr, a pap, a iskolai igazgató, hogy mit akarunk mi is. Ma akarjuk változtatni az iskolát, hogy magyarra. És mondtuk, hogy nem, mi csak a gyermekeinek akarjuk, hogy engedjék meg. Nagyon-nagyon kell sok problémákba mentünk, attól Isten őrözzön meg. De aztán végre megadták, mert aztán békeveredett a politika, azt úgy valahogy elértünk oda, hogy az iskolában megadták.
Viszont úgy kellett, hogy ez ilyen, mire, hogy kérem egy gyermekemnek azt a három, hetente három magyar órát, azért el kellett menni, aláírni a közjegyzőnél egy kérvényt, ott aláírni, hogy igen, akarjuk, és ez miatt, akkor ahol a kérvényvel felmenni az iskolához, az igazgatóhoz, és akkor úgy megadtak. És mire, hogy ezt a kérvényt alá kellett írni a közjegyzőnél, a szülők nem mártak, mert hogyha oda ment a szülő a kérvényvel az iskolához, akkor ott az igazgatók azok mindenfélét, hogy mondták, hogy nem tudtok tük még románul se, nem tudtok semmi nyelvet, még magyart is akartok, árontsátok éppen. Nekem is mindig azt mondták, hogy árontsuk a gyermekeket, de hát hál' Istennek nem rontottuk el. Most ott vagyunk, hogy 85 gyermek jár, de volt ugyanasztandő, mikor 100-on keresztül is voltok. Csak most kicsi csökkent a gyermek létszáma faluban, és akkor azért csökkent magyar órán is, de hát van, aki úgy nagyon szereti ilyen, van, aki ér, aki hát a játékok miatt, vagy a táncok miatt jön. De mi az, amit tanulnak a magyar iskolában? Mindent, kezdve ABC-től a kollégám, a magyar iskolában kezdve ABC-től mindent. Nem a történelmet, csak a magyar nyelvet tanulják. A történelemet nem szabad, nem engedik meg, de hogyha akarja a tanító vagy tanár, akkor az arról lehet beszélni, úgy néha, hogy ne tudják meg. És akkor az iskolán kívül, én tanítok az iskolán kívül, ott énektánc, minden, ami hagyományhoz tartozik, kézműves foglalkozás. A somoskai fiatalok mindennapjai épp úgy zajlanak, mint például a pápaiaké. Iskolába járnak, ami persze nehéz, sokat interneteznek, és barátaikkal töltik szabad idejüket, mesélték a gyerekek. Milyen az élet Somoskán? Szép. Mi is kimegyünk fagyizni, sétálni. Kimegyünk a városba. Szép. Nehéz az iskola? Igen, nagyon nehéz. És akkor ti románul tanultok az iskolába, de jársz te is a magyar órákra? Igen. Erről mesélnél? Mit tanultok magyar órán? És miért vállaltad, hogy az édesanyám magyar tanító néni, és szeretem a magyar nyelvet, és itt akarok egyetemre jönni. Mi mindent tanultok a magyar iskolában? Hogy írjunk? Beszélni. Verseket, énekeket. Otthon a családban magyarul beszéltek egymással, románul beszéltek, hogy használjátok a két nyelvet? Anya és apa magyarul beszélnek, és én és a testvéreim románul, és barátaimmal románul beszélünk. De tudnak egyébként ők is magyarul? Vannak, akik tudnak, és vannak, akik nem. Kisgyerekkorod óta beszéled a nyelvet? Otthon magyarul beszéltek, vagy ez hogy alakult ki? Hát a szüleimmel magyarul beszélek, meg románul is. Ott a faluban van magyar nyelvtanultás, és ott tanultam meg. Akkor az első szavakat azért még románul ejtetted ki, és az iskolában tanultad meg a magyar nyelvet? Igen. Milyen a magyar nyelv? Nehéz tanulni? Hát nehéz, igen. De szép, szeretem. Hogy érzitek magatokat itt ezen a látogatáson? Nagyon jól érzem magamat, és nagyon szerettem itt a lóhátán, és a strandra nagyon szerettem. Este pedig ugye elmentetek a vendéglátó családhoz, ahogy egy hasonló korú kislány volt az egyik vendéglátotok. Mi mindent csináltatok tegnap este? Hát ott mentük a polgármester. Bácsi? Ott játszottunk, ettünk, ittunk, is játszottunk, és tárna lefeküdtünk. Jó sokáig fönn voltatok, ugye? Igen, igen. Jó volt a hangulat? Igen. Igen. Nagyon szépen beszéltek magyarul. Kitől tanultatok meg? A magyar órára tanultunk, hogy a magyar beszélni, és most a pápára akartunk jönni, mert nagyon-nagyon szeretünk táncolni. Mióta táncolsz te?
5 éves kezdettem táncolni, és a ő anyukája akart, hogy ide jövök én, és táncolni, hogy jövök én, és táncolni ide. Uh-huh. Te is táncolsz? Igen. Mióta? Hát 8 éves voltam, mikor iskolába is táncoltam, És aztán maradtál a csoportba. Igen. Azt mondtátok, mindketten jártok ugye magyar órára. Igen. Mi mindent kell megtanulni a magyar órán? Mi az, amit tanultok? Hát a magyar ABC-t, verseket, énekelünk ott, mesélünk, utána játszunk is, kint megyünk is, játszunk magyar játszokat. A csoport tagjai valamennyien több éve táncolnak már, az pedig külön öröm számukra, ha valahová elutazhatnak fellépésre. A pápai utat is nagyon várták, és izgatottan készültek a bemutatóra. Mióta táncolnak a gyerekek, és mi mindent, milyen táncokat tanulnak? Mi ilyen 90 óta, 90, mikor kinyíltok az utok, lehetett menni Magyarországról, azóta ez egy ország, hova ki lehetett menni. Azóta foglalkozom a gyermekekvel, illan ilyeneket tanítok, táncokat tanítok. Nem gyakran járunk fesztiválokra, illan inkább felnőttekvel menünk, van egy-két fesztivál Magyarországon, még van egy Csángóbál Budapesten, hova szoktunk menni. De régóta foglalkozok a gyermekekvel, így várjuk ez illan meghívásokat, szeressük, menünk. Nem egy olyan, hogy mondjam, nem profi tanccsoportunk van nekünk, mert nem, ezekvel a gyermekekvel úgy van, hogy mikor kell menjünk való, akkor összeszedem őket, 2-3 próbát csánunk, és akkor úgy menünk, de nem úgy van, hogy, mert nincs egy helyünk, hova járjunk, ott nálunk az iskolában nem engedik meg, hogy ezekvel foglalkozni, mert ott más programok, ami magyarhoz kötődik, azt nem nagyon román tanárok, nem nagyon szeretik, és akkor így otthon nálunk van egy ülön terem, ahol őket tanítom. Milyen táncokat táncolnak? Ó, hát itt sok van, van egy serény magyaros, lapos magyaros, kecskés, burujánko, festeres, botosánko, hát van, bánumaracsini, hát illen nevek, melikeket nem tudom, nem mindig, nem ez egész táncnak magyar nevik van. Mi így tanultuk, így tudjuk tovább. Mindegyik csángó? Eredeti csángó tánc? Én nem tudom, hogy honnan vettük mi kátuleszket a táncokat, de ha kicsi koromtól úgy tanultuk az öregektől, akkor, hogy onnot, 100 évek óta ott élünk, hogy ez honnan van, az a miénk. A kis tánccsoport műsorához Legedi László István húzta a talpalávalót. A zenésztanár eredetileg édesapjától tanulta a muzsikálást. Hát én több hangszeren játszok igazából, a furjó, kovált, tilinkó, szájharmonikán, klarinét azok is, ugye több, de leginkább ugye az a furjó, ami érvényesebb. És akkor most is majd itt Pápán is a műsorban ezen a furuján. Hát, igazából ezen a furujával kísérem őket. Még szoktunk úgyis, hogy a kovalon is vannak valami dalok, aki, de inkább a felnőtteknek őket kísérem ilyen hangszerrel. De ezt most a kis gyerekeket, ezt a fiatalokat furujával fogunk kísérni. Hogy tanultál meg a muzsikát? Hát az igazság az, hogy nekem az édesapám egy legjobb furjás volt a falunok. Szerencsém, nem, Klézsén. Nekem szerencsém ahol volt, hogy ő fogott ingemet tanítani, és nagyon szerettem igazából ezt a hangszert, ugye. Szerencsém csak erre volt, mert egy nagyon szegény családba születtem, nem volt másra hangszerre pénze apámnak, hogy más hangszert, ugye. Ez egy gyurcsup hangszer volt, sokkal evel tanultam meg, de imádom.
És akkor ez azt jelenti, hogy nem járt zeneiskolába, nem tanulta, hanem mindent az édesapjától sajátított el? Az igazából az, hogy nem volt szerencsém az iskolába menni, mert ugye, ha annyi pénzet, mert ő kapott havonta, azt kellett lenne adja nekem, hogy én menjek az iskolába. De én nagyon szerettem, és én úgy tanultam meg, nem is tőle, hanem mondjuk ő adta a bifuriát a kezembe, ő tanított az első dologra, kettőre, aztán nekem nagyon... Fülem volt, én hallgattam a zenészeket minden vasárnap nálunk, úgy volt ez előtt, hogy vasárnapként misére elmentek a fiatalok, hazamentek, megebédeltek, és akkor volt olyan hely, hol találkoztak, jöttek a cigányok, kezdtek zenélni, és akkor kezdődött meg a tánc. És én ott őket lesegettem, és ami beugrott a fülembe, akkor már mentem is haza, és próbáltam a furiát. Én így tanultam meg, mert igazából édesapám volt egy jó furiás, de ő a zenekarról nem nagyon tudott együtt játszani, hanem én sokat tanultam tőlük, úgy vettem át tőlük igazából, és akkor én nekem nagyon könnyebb így. A szombati fellépésen nagy sikert arattak a csángó fiatalok. Magyar dalaik, táncaik megható hangulatával varázsolták el a közönséget, a zsűri pedig folytatásra biztatta a csoportot. A szűk 4 napos pápai látogatás gyorsan eltelt. A somoskaiak indulás előtt még egyszer megmártóztak a strand medencéiben, és élményekkel telve búcsúztak a viszontlátás reményében. Az igazságot tényleg úgy érezik, hogy gazdag 3 nap, úgy érezik, mint egy 6-7 lett volna. Gyerekeknek az volt a legfontosabb, hogy fürdő, város, vigyázkodtok, találkoztok emberekkel, barátkoztok. Egyszerűen 3 nap az egy olyan volt, mint egy mese. Egy mesébe, úgyhogy köszönjük szépen a pápaiaknak. Nagyon megismertük ezt a város, nem gondoltuk, hogy ez egy ilyen szép város, jófogadó, jó polgármestere van, most nem akarom dicsérni, de hát ő rajta itt keresztül vagyunk itt, úgyhogy köszönjük szépen mindent, és jól éreztük magunkat nagyon. Klasszikus műveket és könnyű zenei feldolgozásokat is hallhatott a közönség a Bartók Béla Zeneiskola hagyományos tanári hangversenyén. A kellemes dallamokból összeállított koncert igazi zenei csemege volt, melyen az intézmény vállalkozó kedvű tanárai léptek fel kamaradarabokkal. A zeneiskola 13 művész tanára vett részt a hangversenyen, ahol többek közt kevésbé ismert Sosztakovics,
vagy épp Mozart mű mellett, például Kim Novák is felcsendült. Koncert egy hagyományos koncert. Tanári hangverseny minden évben rendez a zeneiskola. Különböző helyszíneken szoktuk megrendezni. Volt, hogy a pedagógus művelődési házban volt. Volt olyan szerencsés évünk, amikor a kastély dísztermébe tudtuk megrendezni. Illetve most a legkézenfekvő megoldás a zeneiskola díszterme volt, hiszen a helyszín gyönyörű, az akusztika jó. Tehát ez már nem tudom milyen hagyományokra visszamenő, de mikor én 2003-ban pápára kerültem, akkor ez már nem egy újszerű dolog volt. Évközben igazából a tanároknak nincs annyira lehetőségük a művészi ambíciói kiélésére, hiszen a tanítás az rengeteg energia mellett azért az időt elviszi abba az értelembe, hogy az egyéni gyakorlásra itt órák nem jutnak. De mégis szükség van egyrészt arra, hogy a tanárnak kézbe legyen a hangszer, meg tudja mutatni a növendékének, hogy mit tud. Másrészt hát valamilyen szinten példát kell állítani a növendék elé. Muszáj kiállni és megmutatni, hogy nem csak beszélünk róla, hanem tesszük is. Általában baráti szinten megy a dolog, amikor egyszerűbb formációról van szó. Hát mi, amit az elején játszottunk, ez a kürtvintett, ez nagyon kötött, eredetileg megírva is egy kuriózumnak számító összeállítás azzal, hogy két brácsa van egy vonos négyesbe. De itt van két olyan kolléga, aki mindkettő remekül brácsáznak, úgyhogy ez nem volt probléma. Hát aztán általában a többi művet úgy válogatták össze a kollégák, hogy az ő elképzelésüknek, hát igen, az ő hangulatuknak, elképzelésüknek megfeleljen. Itt az lép fel, aki szeretne, vagy van ebben azért, hogy na, akkor te gyere, vagy hogyan alakul ez? Nincs ilyen. Talán én voltam egyedül, aki úgy gondoltam, hogy muszáj föllépni. De teljesen önkéntes a dolog, nincsenek elvárások. Én azt gondolom, hogy nem is nagyon kell biztatni a kollégákat, hiszen szívesen kiállnak, és hát a példa mutatja, hogy azok a produkciók, amik elhangzanak, azért elég jók. A tanári hangverseny több évtizedes hagyománya Bartók Béla Zeneiskolában. A belépő jegyekből befolyt összeget az iskola alapítványa kapja. Thank you.
ismét remek bizonyítványt kaphatnak a Tánclánc Alapfokú Művészeti Iskola és a Pápai Református Kollégium Művészeti Szakközépiskolájának növendékei, hiszen jól sikerültek a szombati záróvizsgák. A hagyományos tanévzáró vizsga bemutatón közel 550 diák lépett fel, néptáncosok, színpadi és modern táncosok egyaránt. A vizsganap része minden évben a táncos felvonulás és az áhítat a református templomban. Délelőtt és délután is szerepeltek csoportok a három fő zsűri előtt. Felhívtak a tánclátszós és a művészeti szakközepes növendékek is. A művészeti szakközépiskola növendékeinek vizsgaprodukciói az éves tananyag mentén haladtak. Ezekből készült koreográfiákat, alkotásokat mutatták be, ami vélelmezi azt, hogy a gyerekek milyen tempóban, milyen ütemben, hogy tudták elsajátítani ezeket az anyagokat. Nem csak a szaktanár, hanem nyilván a vizsgabizottság is értékeli ezeket a gyerekeket, és háttérértékelés is folyik a színpadi fellépés során. Nyilván a szaktanárok az órai munkát is figyelembe veszik, az órákon nyújtott hozzáállás, teljesítményt, pszichés állapotot. Viszont egy ilyen színpadi bemutató nagyon fontos, hogy a gyerekek gyakorlatot szerezzenek abból a szempontból is, ahol is majd az életük folyamán reményeink szerint helyt fognak állni. Ez pedig maga a bemutatkozás, a színpadi rutin megszerzése véget nagyon fontos. Ilyenkor a színfalak mögött is értékeljük a diákokat, hogy készülnek rá a fellépésre, átöltözések alatt milyen problémák merülnek fel, mert mindig felmerülnek problémák. Ezeket milyen tempóban, hogyan képesek megoldani, hogy kezelik a váratlan helyzeteket. Igaz a mondás, tette hozzá Müller Anita, hogy teher alatt nő a pálma, hiszen itt táncosoknak és a színpadi táncosoknak is rengeteg órájuk van, de nagyon jól teljesítenek. Elsősorban ugye itt figyeljük azt is, hogy a táncművészetnél, néptáncosoknál milyen a kapcsolata a zenekarral. A modern táncosoknál hogyan képes kapcsolatot teremteni a zenével, tehát sok apróságot kell értékelnünk. Azt kell, hogy mondjam, hogy az idei év próbára tette a gyermekeket. Azt vettük észre, hogy a zenekarunk prímása egy kicsit elfáradt már, mire a felnőtt és komolyabb produkciókra került volna a sor, és bizony-bizony tévesztett. Hát ezt a gyerekeknek le kell tudni reagálni, és úgy megoldani a helyzetet, hogy ebből a közönség a lehető legkevesebbet érzékelje. Ilyen szempontból azt hiszem, hogy csillagos ötösöket tudok osztogatni a gyerekeknek, mert nagyon jól megoldották ezeket a váratlan helyzeteket és problémákat. A teljes év értékelésénél nagyon sokat nyom alatt van, hogy mennyire sok megterhelő folyamaton kellett részt venniük, és ők emellett, hogy délutánonként estig dolgoznak a szakmai órákon, őnekik a közismereten is meg kell ugyanúgy felelni, mint a sima gimnazistáknak. A csoportok mozgalmas évet zártak ezzel a vizsgával. Számos fellépés, verseny, megmérettetés tette próbára őket. Az országos szólótáncverseny döntőjébe sikerült bejutni, az OKTV-n is nagyon jó eredményt értek el a lányok, fiúk. A kamaraversenyen is nagyon jó értékelést kaptunk, és az ifjúsági néptáncfesztiválon pedig az egyik koreográfiánk, a Boldog Békeidők bejutott a jövő évi antológiára. Hogyan alakult az idei év? Milyen táncokkal foglalkoztatok, illetve hogyan alakul ez? Mindig valami új tájegység, vagy bővítitek az eddigieket? Hogyan van ez? Minden évben új tájegységeket tanulunk. Idén Fitors Dezsőtől és Kocsis Enikőtől szatmári nagyecsedi cigánytáncokat tanultunk, a Anita nénéktől pedig szatmárit, a magyar részét, kalocsai táncokat, illetve sárközi táncokat tanultunk. 42 csoportban 416 növendéke van a táncláncnak, egyre több a néptáncos. A kollégáimat ugye szakképzett mindegyik, és felkérték a környező általános iskolákba, hogy testnevelés óra keretébe tanítsák a néptáncot. És így megugrott a néptáncos növendékeink száma is, mivel ők megszerettették velük, és ők magasabb óraszámba szeretnének tanulni, és eljöttek hozzánk. Tehát, hogy akkor ez segített?
Igen, igen. Nekünk ez segített, nagyon leterhelte a pedagógusainkat. Ilyen nehéz év állítom, hogy biztos, hogy nem volt, de elég széles skálán kaptak gyerekanyagot. Tehát a halmozottan hátrányos gyerekektől a tehetséggondozásig mindent megvalósíthatnak, és kiélhetik magukat. Milyen táncokat tanultatok az idén? Sokfélét tanultunk, rábaközit és sárközit táncoltunk az évzáron, de volt kalotaszegi, mezőségi, kalocsai, ilyenek. Egy héten hány órátok van? Egy héten kétszer járunk, hát úgy durván 3 órát próbálunk. Miért szeretsz néptáncolni, és milyen a közösség? Hogy miért szeretek néptáncolni? Hát nehéz kérdés, már nagyon régóta táncolok, és nem untam meg egyáltalán. A közösségünk pedig nagyon jó. Szeretem azokat, akikkel együtt táncolok. A táncláncos növendékekre is nagyon büszkék voltak tanáraik. A piciknél, az óvodásoknál azért, mert fantasztikus, hogy hogyan vették az akadályokat, és egyáltalán színpadra mertek állni, és kiálltak egy ilyen nagy nézősereg elé. Nagyon ügyesek voltak. A nagyoknál meg egyszerűen ilyenkor mindig önmagát próbálja belelátni egy pedagógus a gyerekbe, és őnekik sikerül elérni azt, amire szerintem mindegyikünk vágyott, hogy táncművész legyen, és valamelyik nagy együttesbe táncoljon. Nekünk megadatott az, hogy őket felneveljük, mivel mondhatom azt, hogy a néptáncos kollégáim azok nem csak vadvirágosak, hanem táncláncos növendékeink is. A vizsgázó növendékek 3 blokkban léptek fel, ezek mindegyikét ösztánc zárta. A Képtelen Történet című filmben, melynek forgatási munkálatait a közelmúltban végezte a Pápavárosi Televízió, népszerű, sokak által ismert színművészek is szerepelnek. Többek között Bánsági Ildikót, Pelsőci Lászlót és Fodor Zsókát is láthatjuk majd a szeptemberben bemutatásra kerülő alkotásban. Fodor Zsóka több napot is forgatott Pápán, így lehetőség nyílt arra, hogy a felvételek szünetében interjút adjon stábunknak. Pataki András, a film producere, a Soproni Petőfi Színház igazgatója kérte fel Fodor Zsókát a Képtelen Történet egyik szerepére. Pataki András vendégként meghívott Sopronba a Kígyó Marás című Szabó Magda darab egyik jelentős szerepére, és akkor azt hiszem, hogy mi nagyon-nagyon megszerettük egymást, és nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, és mondhatom, hogy a kigyomorás operett siker volt Sopronban. Ezt csak azért mondtam bevezetésképpen, hogy innen van a mi barátságunk. Több napon át forgatott Pápán a színművésznő, akitől természetesen megkérdeztük, járt-e már városunkban? Sajnos nem. Azt hiszem, hogy nem játszottunk itt, de nem vagyok benne biztos, mert én egy Stagione társulatban, Fogi Bulvárszínházban játszunk 2 szerepet, és én legalább 200 előadást játszottam az ország különböző városaiban. Lehet, hogy Pápa is benne volt, de elképzelhető, talán az itt lakók jobban tudják. Hát nekem Pápa az igen nagy szerelmem, szüleinek a városa. Sajnos nem jutottunk el odáig, hogy bemutasson nekik. De mindig, amikor Pápa szóba kerül, akkor, ahogy ez szokott lenni, ez a nagy szerelem is szóba kerül, és borzasztó sajnálom, hogy nem tudom, hogy mi van vele, de Pápa nekem a Tibi városa. Fodor Zsóka több mint 10 évig játszott egy filmsorozatban, mely az egyik országos kereskedelmi csatornán fut, s annak ellenére, hogy néhány éve már nem szerepel a Barátok közben, tevékenyen telnek napjai, sok más szerepet kap. Azt kell tudni rólam, hogy én egy nagyon-nagyon boldog színésznő vagyok azóta is. Szoktam mondani, hogy a Magdi anyust én nemhogy nem tagadom meg, hanem boldog vagyok, hogy én eljátszhattam, mert én mindent a Magdi anyusnak köszönhetek. Szokták mondani, hogy az írók Gogol köpenyéből bújtak elő, én a Magdi anyus otthonkájából, én a Pataki Andrást is, a Békés Csabai Jókai Színházban játszott 4 főszerepemet is, az én igen jelentős
reklám felkéréseimet is, mindent annak köszönhetek, hogy én eljátszottam a Magdi anyust boldogan 11 évig. És én azért léptem ki a sorozatból, hát köztudott, hogy én egy évig harcoltam, hogy kiírjanak, mert úgy akartam élni, hogy nem egy megkötött helyzetben kell élnem. Mondtam, hogy én nem akarok begurulni majd egy kerekes széken a kamera elé, mert remélhetőleg változatlanul, bár 6 éve nem vagyok képernyőn, fog addig menni a darab, de én vissza akartam menni a színpadra, és azt hiszem, hogy nagyon jól tettem. A Békés Csaba Jókai Színházban, amikor kiléptem a sorozatból, megkérdezte a Fekete Péter igazgató, hogy mit akarsz játszani, azt mutatjuk be, és akkor én azt mondtam, hogy olyat, ami nem a Magdi anyus, meg nem tagadva, a Csárdás királynő Ceciliáját játszottam, annak ellenére, hogy nekem nincs énekhangom, és én az operett irodalomban az egyetlen színésznő vagyok, aki nem elénekelte a Hajmásit, hanem elmulatta, de úgy, hogy mire táncra került a sor, már vastaps volt, és utána megkérdezte ismét az igazgató, mert 22 helyet 32-szer kellett, mert a Csilláról is lógtak. Azt mondtam, hogy ne a Magdi anyus, ne a Cecília legyen, hanem Dürrem Atta, az öreg hölgy látogatása. Azt is eljátszottam 22-szer, és egy kollégám, Kulcsár Lajos, az én ötletemből írt egy darabot nekem. Az a cím, hogy Zserbó tangó, és Megyesi Mária, aki az Operett Színház örökös tagja, csodálatos hangú, csodálatos prózai színésznő, azzal és Nagy Erikával játsszuk hárman, és ezt mutatja be a színház. Azon kívül, és ami a lényeg, Pataki András ismét megkért, hogy Tamási Áron Énekes Madár című darabjában Köménynét, a Móka édesanyját játszam el, Juhász Róza rendezésében. Nyáron próbáljuk, még soha életemben nem próbáltam, nyáron érdekes lesz, ősszel lesz a bemutató, és úgy néz ki, hogy Békés Csabán játszom még télen is. Úgyhogy nekem ez pont elég, és olyan boldog vagyok, hogy soha nem suttogásként se jelent meg a nézőtéren egyik szerepemben sem az, hogy Magdi anyus. A bejöveteli taps, természetesen nem az öreg hölgyre gondolok, mindig a Magdi anyusnak szólt, de a jelenetek végén, mikor kimentem, az már a színésznőjé volt. A színművésznő egykor a Magyar Televízióban tévébemondóként is dolgozott, derült ki az interjún. Ez akkor volt, amikor én Magdi anyussal ellentétben, akihez papírforma szerint semmi nem köt, mert nekem diplomám van, nincs gyerekem, nem vezetek háztartást, ellentétben drága jó Isten nyugtassa Magdi anyussal. Én másodszor is férhez mentem, és az én második férjem az Operett Színház tagja volt, már meghalt azóta. És ő le akart jönni Békés Csabára, mert én már akkor Békés Csabán voltam, és én azt mondtam, hogy ne te gyere le, aki az Operett Színház megbecsült tagja és főszereplője vagy, majd én feljövök Pestre. A Szilletár Miklós volt az én osztályfőnököm a Színművészeti Főiskolán 4 évig, és akkor ő volt a televízió vezetője, és felhívtam, hogy mit szólnál hozzá, ha én feljönnék Pestre, mint tévében van, és azt mondta, gyere be, megnézünk. És akkor 1 évig. Én kezdtem a Berkes Zsuzsával, ha még emlékszik valaki, Kertész Zsuzsával, én külsősként voltam 1 évig, és akkor én megvártam a televíziótól, és én nem volt szerződésem, de én olyan darabokban és olyan társulatokban voltam, akikkel jártam az országot, ahova a Dériné Színház nem tette be a lábát, de engem soha nem érdekelt, hogy én hol játszom, csak játszhassak, és ez az én 1 éves tévébemondóskodásom szomorú története. Ezt kereste. Ezért csinált mindent. Akkor jöttem rá, amikor 1 hét múlva csendőrök jöttek. Fodor Zsóka a Képtelen történetben egy orvosnőt alakít. Az alkotás szeptemberre készül el, a művésznő játékát a filmben akkor tekinthetjük meg.
Ezen a hétvégén rendezik Pápán a játékfesztivált. A péntektől vasárnapig tartó rendezvény keretében idén közel 100 programra várják a gyerekeket, fiatalokat és felnőtteket. A játékfesztivál főhelyszíne a Várkert és a Főtér lesz. A konkrét programokról most következő műsorunkból is tájékozódhatnak. A programajánló következik. Itt a programajánló, köszöntöm Önöket! Bővelkedik a hétvége és a következő hét is rendezvényekben. Nézzük a kínálatot! Pénteken elkezdődött a 24. Pápai Játékfesztivál. Az első nap után, a második napon és szombaton is sok változatos program vár mindenkit. 9 órától tartják a mini olimpia megnyitót a sportcsarnokban. Ugyanekkor főzőverseny kezdődik a Szemenfénye Alapítvány javára a Bajvívó téren. Az Erzsébet ligetben 11 órától kezdődik a 9. jótékonysági motoros nap. A Várkertben délután 2 órától este 8 óráig játékváros várja a gyermekeket, játék- és mesesátorral, ökojátszótérrel, Gulliver játszóterével, Lilliputi játszótérrel és Zaphegyező játszóházzal. A Várkerti színpadon többek között fellép a Kolompos Együttes és a Kávészünet zenekar. Szombaton 14 órától nyit meg a Főtéri forgatag, Kézművesek utcájával és Ízek utcájával. A Főtéren játéktér is lesz. Vásári óriásbábossal, bubi játszótérrel, trambulinnal, szekrényjátékokkal, kalandparkkal és távcsöves bemutatóval. 15 órától a Főtéren a Történelmi Egyházak és a Keresztény Motorosok programja kezdődik, Élettér címmel. A Főtéri színpadon szombaton este 8 órától Magashegyi Underground, 30Y és Vadfruttik koncert lesz, 24 órakor pedig Retro utca bál kezdődik Dévényi Tiborral. A vasárnap is bővelkedni fog programokban. Ekkor lesz az Elmax játékfesztivál kupa és a gyerek vízilabda torna. A Várkertben vasárnap délután is várja a gyerekeket a játékváros. A programok között 16 órától egy görög tánc együttes fellépése, 17 óra 30 perctől pedig Paja Bea koncert várja a családokat. A Főtéri forgatagban vasárnap is lesz Kézművesek és Ízek utcája, játéktér. 15 óra 30 perctől rendezik meg a második pápai pedálos Moszkvics verseny gyermekeknek, és érdekes programnak ígérkezik 17 órától az Akrobatikus Sportszínház kosárlabda bemutatója. Vasárnap este 21 órától a Főtéri színpadon bikini koncert lesz, 22 óra 30 perctől tűzi játék, majd utcabuli fogja zárni a 24. Pápai Játékfesztivált. Június 16-án hétfőn tartják Pápaváros napját. Pápaváros önkormányzata szervezésében 10 órakor kezdődik a program generációk alkotásával. Pápaváros címere elevenedik meg óriási méretben a Városháza előtti területen. 11 órakor dr. Áldozó Tamás polgármester mond köszöntőt, majd időkapszulát helyeznek el ünnepélyes keretek között. Pápa értékei címmel kiállítás is nyílik, és megnyitják a Nemzeti Művelődési Intézet Magyar Értékek Vándor térképét a Városháza udvarán. Sonfai Balázs nyugalmazott levéltáros Kié ez a 800 év címmel tart előadást a rendezvény keretében, a Városháza nagytermében pedig bemutatják az imakönyvbe írt levelek, Orosz hadifogoly napló 1945-47 című könyvet, mely Mátyus Ferenc írásai alapján készült. Pápaváros napján 19 órától a Nagy templomban szentmisét tartanak városépítő gróf Eszterházy Károly püspökért. 8 órától mécses gyújtanak az Eszterházy szobornál. Június 16-án hétfőn délután 17 órától a Jókai Murvárosi könyvtárban Ürmös Lóránt régi pápai fényképészek című könyvének bemutatójára kerül sor az előadóteremben. Ürmös Lóránttal, a szerzővel, Babos János fényképész fotóriporter beszélget, a rendezvényre várnak minden érdeklődőt.
Június 17-én kedden délután 17 órakor ugyancsak a Jókai Mór városi könyvtárban új sorozat indul, melynek címe Pápai családi fotóalbumok. Az első rendezvényen Huszár János apácai díjas szakfelügyelő, Bél Mátyás díjas helytörténész több mint 100 évre visszanyúló családi fotóalbumát mutatja be. A rendezvényen a Vitéz Bertalan Árpád veterán ejtőernyős bajtársi szövetség közreműködésével honvédelemért érdemérmet adnak át Huszár Jánosnak. A programra várnak minden érdeklődőt. Június 17-én kedden 18 órától a Nagy Templomban hangverseny lesz, a Zenetörténet gyöngyszemei címmel. A koncerten közreműködnek a Bartók Béla Zeneiskola tanárai és meghívott vendégei, a Nagy Templom kórusa. Szólót Eisenbeck Ágota énekel. Június 15-én vasárnap kirándulnak a bakancsos természetjárók. Az útvonal Pápa, Nyirád, Ódörögd, Zalahaláp, Agártető, Cserhegy, Szőc, Ajka és Pápa lesz. Indulás 8 órakor a Várkerti parkolóból, hazaérkezés körülbelül 19 órakor. És most jöjjenek a kiállítások. A Jókai Mór városi könyvtár olvasótermében Molnár Lajos festő grafikus Vízimalmok veduták című kiállítása tekinthető meg. A Kék Festő Múzeumban az Indigóval a világ körül című kiállítás látogatható augusztus elejéig. A Pápai Képtár, a Pápai Művészek állandó kiállítása a Várkertfürdő gyógyászati részlegén tekinthető meg. A Zsinagógában az Elfeledett Szomszédaink című kiállítás látogatható. Az elkövetkező időszakban is mindenkit vár a Pápai Petőfi mozi, látogassanak el a Deák Ferenc utcán található filmszínházba. Ez volt a programajánló, köszönöm, hogy velünk tartottak. Nézzék majd műsorunkat egy hét múlva is, várjuk Önöket, viszontlátásra!